Első, Vulcan Event. Nos, kezdem is az egyik leginkább felkapott teóriával. Season 6 környékén megjelent Kevin a kocka, és ebben az időben született meg az az elképzelés, hogy valószínűleg lesz valami loot lékkel, vagy annak környékén. Habár azóta tudjuk, hogy mi is történt, viszont akkor a Vulcan Event néven elhíresztelt esemény fonta körbe az egész játékot és annak játékosait. Rengeteg streamer közvetítette, hogy mi van Loot Lake-nél, viszont sajnos sokak csalódására nem történt meg. Második, Moisty vége. Habár ez a teória nem kapott akkora hype-ot, mentségére szóljon, akkor még, amikor kitalálták, senki nem foglalkozott annyira teóriákkal. Mégis felkerült a listára. Hogy miért? Csak abból kifolyólag, hogy talán az egyik legutáltabb mob rész Bion volt a játékban. Kevés loot, rossz pozíciók. De nézzük azt a teóriát. Season 4-ben a rakéta kilövése volt a legnagyobb event. Sokan találgattak, és nagy számban Moistyt gondolták a rakéta célpontjának. Utólag kiderült persze, hogy ez nem igaz. Harmadik. UFO-k érkeznek Season 4-ben. Rendben, tudom, megint Season 4, habár ez most inkább Season 3-as teória. Tehát sokan tudjátok, hogy Season 3-ban megjelent az aszteroida. Jöttek a teóriák ezerrel, hogy mi lehet, mi fog történni. Na és ide tartozik a mi kis teóriánk. Mivel nem sok időre, de felbukkan egy kisebb hype-al az is, hogy az aszteroida valójában egy űrhajó. Ami azt jelenti, hogy amikor becsapódik, akkor jönnek majd az űrlények is vele. Jöttek állítólagos leakelt skinek, járművek, de végül is nem történt, amire várt az akkori Fortnite teória közösség. Negyedik. Tilted elpusztul. Tilted Tower kb. Season 2-ben jött be a játékba. Nagy hype veszte végig a játék történelme során. Sok jó játékos alapcélpontja Tilted most is, de akkor még inkább az volt. Tiltednek nagyjából, ha az összes teória megvalósult volna, már ötször el kellett volna tűnnie. Legelsőnek Season 3-ban az aszteroida egyik lehetséges becsapódási helye volt, mivel Moisty után Tilted volt a második, nem igazán kedvelt hely. Másodjára a teóriagyártók nem adták fel, és Season 4-ben a rakéta egyik lehetséges célpontjának gondolták. Aztán amikor Kevin megjelent, megint csak Tilted Tower volt a célkeresztben. Majd amikor Kevin tornádót kreált, akkor is. Ezután kis ideig senki nem akarta elpusztítani Tiltedet. Viszont nemrég Season 7-ben az Ice Kingben bíztak a teóriázgatós játékosok, hogy véget vett Tiltednek. Miután ez se történt meg, azt gondolták, hogy a földrengések és a repedések majd Season 8-ban megteszik a hatásukat Tilted Tower-nél, mivel sokan azt gondolták, valami föld alatti szörny okozza ezeket. 100 teóriát is lehetne hozni Tilted elpusztítására, de a lényeg, hogy egyik se vált be.